Az NK ötvös színeiben 8 csapatban 132 igazolt kosárlabdázó pattogtatja a labdát. Az utánpótlás nevelőklubnál az U16-os a legmagasabb korosztály, az onnan kikerülő játékosok máshogy folytatják pályafutásukat. A koronavírus járvány miatti tavaszi leállást követően június végéig edzettek a csapatok, majd következett a nyári pihenő. Augusztus elején aztán ismét elkezdődtek az edzések a Vetségiskola tornatermében. 8 csapatunkból 2 csapat kezdte az edzéseket, az U14-es és az U16-os csapat már július 29-től elkezdett edzeni Nyíregyházán, aztán augusztus 3-ától augusztus 8-áig Miskolcon voltunk egy egyhetes edzőtáborban, Miskolc Egyetemvárosban, mert a csarnokában edzettünk, annak a konditermét használtuk, atlétika pályáját, és a hazajövetel után pedig Nyíregyházán a Vestsik-Vilmos Élelmiszeripari Szakképzőiskolában folytatódik az edzés mind az U14, mind az U16-os csapatunknak. Augusztus 24-től kezdi el az U12-es, és majd az iskola időszak kezdetében az U11-es és a 4 kosárpalánta csapat az edzéseket. Az elmúlt szezonban az U16-os együttes, míg Ferenci Tamás irányításával felkerült az országos főtáblára, idén is ez lenne a cél. A mostani kifutó korosztálynak Szavics Brána az edzője, aki szeretné a felkészülésben hasznosítani játékosként szerzett tapasztalatait. Én próbáltam így csinálni, hogy ugyanez rend van, mikor még én voltam játékos. Minden volt ez a profi mód, napi 2 edzés, volt benne a konditerem, atlétika kondíció, regeneráció, pihenés, ebéd, vecsora, reggeli, minden volt ugyanez, mint egy profi felnőtt csapat van. Ez a generáció, én már U14, mikor voltam edző, mikor nyertünk ez a regionális torna ott Kecskeméten, és ismerem már nem mindenki. Van pár új játékos, ami nyírpázonba jöttek ide, és ez, amit tudom mondani, hogy mindenki szépen dolgozik, erős, komoly, és megnézem, mi lesz, mikor kezdünk igazi meccseket. Az NKK ötvös 10. alkalommal rendezi meg az ötvös kupát, amelyre ezúttal a járványügyi korlátozások miatt nem tudnak eljönni a meghívott délszláv csapatok. Ettől függetlenül 5-ször lesz nemzetközi a torna. 8 csapatos lesz a torna ismét, egy külföldi csapat lesz Kassáról, Szlovákiából ők jöhetnek, velük nincsen gond, és 7 magyarországi csapat, ebből lesz egy nemzeti kiemelt akadémia csapata, a Deac, a Kosámda Akadémia, országos akreditált akadémiák, mint a Vasas Akadémia, a Mercedes-Benz Gyár Akadémia Kecskemétről, és a Szolnoki Kosárlabda Akadémia, és hát természetesen a Nyíregyházi Sportcentrum Kosárlabda Akadémiája, ezen kívül még a MAOC 16-os csapat és a miénk vesz részt a tornán. Az NKK 5-ös szerdán 16 órai kezdett el, a Vasas Kosárlabda Akadémia ellen játssza első meccsét a Vestsik-iskola tornatermében. A másik helyszín a Nyíregyházi Egyetem csarnoka, amely a pénteken 11 órakor kezdődő bronzmérkőzésnek és a 13 órakor kezdődő döntőnek is otthont ad majd.